Sziasztok! Ez itt újra a Hangsáv. Ma egy szemtelenül fiatal csapattal fogunk találkozni, akik fiatal koruk ellenére határozottan ügyesek. Ugye egy ideje a vírus helyzet miatt a koncertek száma kicsit leredukálódott a világban és az országban is, kb. Nullára. És ezt látva a Moson-Magyaróvári Flash Központ elindította a Flash After Eight sorozatát, amihez ezúton is külön gratulálunk. Ugyanis szerinte ez egy fantasztikus ötlet volt, és határozottan dicsérendő, hogy ilyen helyzetben ilyen ötletekkel próbálnak segíteni a környék előadóinak. A mai főszereplőinkkel is ott találkoztam, illetve a nevükkel már jóval korábban is találkoztam, viszont most, hogy megnéztem a különböző csatornáikat, mégis egy nem túl régi csapatnak láttam őket. Úgyhogy határozottan kíváncsian látogattuk meg az Éretlenek zenekart.15 óta élünk így, 10 fölött már nem számoljuk a tagokat, akik már megfordultak itt nálunk, de az a pozitívum, hogy minden egyes tagkiválás így megerősít minket, mert utána kicsit összetörünk, aztán egyre erősebbek leszünk utána. És ebből a felállásba egész pontosan 2 hete vagyunk, mert basszusgitárossal egészültünk ki. Úristen, debütálás! Igen. Fantasztikus. Szegény trombitásunk most karanténban van. Akartam is kérdezni, hogy volt egy trombitás vagy harsonás? Trombitás. De a Feri, a Bakondi Feri, és nem covidos, csak karanténban maradt otthon, és szegény most nem tud itt lenni velünk, de hogy ő is a csapatunk tagja. Hát egy éve találtunk rá szerintem így önmagunkra, és már saját számokat is elkezdtünk készíteni, írogatni, mert eddig csak feldolgozásokat csináltunk, ezzel koncerteztünk. Miért kezdtetek el saját számot gyártani? Vagy mi vitt rá benneteket arra, hogy na most akkor... Most hát szerintem, mivel nagyon fiatalon kezdtük, tehát ilyen kis zeneiskolás korunkban, még akkora volt a szemünk előtt ez a saját zene, meg saját koncert, meg ilyenek, hogy még nem, el sem tudtuk képzelni, de aztán ahogy megérettünk, nem érettünk meg, de ahogy itt eltmúlt az idő, kialakult az, hogy saját számokat kezdjünk írni. És a Zsombi írta meg az elsőt, hát a, mondhatom, hogy a koronavírus miatt lezárások ihlették meg. Hát igen, ugye ez a szám, ez tavaly március vége fele íródott meg, és igazából akkor én is megpróbáltam elfoglalni magamat úgy, ahogy mindenki, mert ugye én sem tudtam menni sehova, hát igazából ugyanilyen bezárások voltak, mint most. Utána összeraktuk itt a többiekkel. Na, tök jó. Tehát akkor előbb volt a zene, és utána a szöveg. Igen, igen. Mind a két dalnál így volt, vagy? Mert ugye 2 saját dalotok van jelenleg. Hát már van több. Több is van. Csak hát még nem spoilerezünk mindent előre. Értem. Tehát nekünk csak 2 mutattatok, de én így is nagyon büszke vagyok, mert ugye mondtátok az elején, hogy az ebből az egyiket még eddig senki nem hallott. A Maradj méget már egy koncertünkön játszottuk, viszont a másikat még most először. Fantasztikus. És hát nem... Premier. Felszállok és elmegyek a télbe, remélem.
Nem mostra gondoltuk ezt a bejelentést, hogy saját számokat játszunk, de ez egy tökéletes alkalom arra, hogy elmondjuk, hogy innentől kezdünk átalakulni rendes zenekarrá. Akkor idén nagy lemez? Hát azért. Jövőre. Jövőre? Meglátjuk, hogy hogy halad. Meglátjuk. Suliba még mindannyian, ugye? Erősen középiskola, már nem. Munka, oké, de nagyjából egy korosztály vagytok amúgy, tehát hol találkoztatok egyáltalán? Zeneiskola mindenki? Tehát az a lényeg bizonyítvány mutat mindenki, hogy én tanult zenész vagyok, vagy nem? Zeneiskola. Zeneiskola? Én nem zeneiskolába kerültem ide, vagyis én is jártam zeneiskolába annak idején, klarinétre jártam, de hát talán egy vagy két évet, és az még elég kiskoromban volt, és utána volt az, hogy gitár mellett döntöttem. Nézted a netet, és... Volt az is, nagyon sokféleképpen tanultam gitározni, de igazából én nem a zeneiskola által kerültem bele ebbe együttesbe. Mindenki más amúgy, igen? Nem, én sporton keresztül, Kornél. Úristen, egyesület is vagytok? Tehát sportegyesület is a csapat? Hát, kiegészítsem az egészet. Úgy indultunk 5 éve, hogy így a zeneiskola volt a bázis, tehát szerintem mindenki zenesuliba volt. Aztán, hát mint mondtam, a Kornél az 2 hete vagy 3 hete került így be a csapatba, mert én is evezek, meg ő is evez, és akkor hát Instagramon láttam egy gitárvideót. Fogta a evezőt és nyomta, és aztán... Azt, hogy rám írta, lenne kedvem. Jó. Azt mondtam, hogy igen. Jó, figyelj! Zseniális! És akkor onnantól jöttél. Hallottad őket, meghallgattad őket, vagy vakon bíztál, barátok is vagytok, vagy csak így evezős? Nem, barátok is. Csak vakon bíztál benne, hogy meg se hallgatlak titeket, ez egy az egyben megy. Igen. Egy számukat már hallottam, egy feldolgozásukat, de amúgy bíztam benne, hogy jók lesznek. Akkor ez egy pozitív dolog volt, és milyen volt a fogadtatás, srácok? Hogy éreztétek, megtaláltátok nála azt, amit kerestetek? Két hét után még én sem mondanék más, minden friss kapcsolat szép. Mik a tervek? Mondjuk az elkövetkezendő, menjünk csak előre, mondjuk egy 2-3 évet. Hát szerintem az albumot azt mindenképp meg szeretnénk csinálni. És hát igen, az album, meg hogy egy-két számhoz mondjuk videoklippet forgatni, az nem lenne rossz. Meg egy kicsit így fejlődni természetesen, hogy építsük magunkat. És szerintem ezek lennének a... Mit szoktok hallgatni, amikor nem a saját magatokat hallgatjátok, vagy a saját dalitokat? Szertágazó. Teljesen. Nagyon durva. Igen? Aha. Mondjatok valamit, mondjuk egy kontrasztot, tehát hogy... Én pele metal. Nem mondod. Te. Fázol? Én jazz. Jazz is van. Yeah. Csak hogy a legdurvábbokat mondjuk. Ez tényleg legeltér. Ha jól hallottam, csiripelték a postaládák és az autók így idefele. Na meg a Ákos, hogy lesz nektek egy élő streametek. Igen. Április 3-ára tervezünk egy online koncertet tartani a YouTube csatornánkon. Szóval iratkozzon fel mindenki, mert kap értesítést róla. Hát egy körülbelül egy és egynegyed órás koncertet állítunk össze, arra most próbálunk. A pontosabb infókat meg, hogy hánykor, azt meg majd a Facebookon vagy Instán kirakjuk úgyis. Tehát oda is fel kell iratkozni. Igen. Tök jól csináltam. Csak ezt így burkoltan akartam. Hibátlan. Már én kimondom, figyelj, nekem lehet. Még feldolgozásokat játszunk majd, a legjobb feldolgozásokat összegyűjtöttük, mert már nagyon sok volt így az elmúlt 5 évben, amiket feldolgoztunk, és ezekből a legjobbakat, mert még ugye nincs felvéve a saját szám, nincs készen. Szóval még arra várni kell. Lébekeltek majd, vagy élőben nyomjátok? Élőben. Jó, bocsánat, meg kellett kérdezni. Mi az a plébe? Jó van, hát akkor én nagyon sok sikert kívánok nektek, jó? Aztán a stream előtt meg majd ülök, és aztán a pattogató kukoricát, úgyhogy... Jó. És mindenkinek ugyanezt ajánljuk, tehát... Igen. Hogy pattogató kukoricát egyen. Bármi, csak nézzem mindent. Csak nézzem benneteket, oké? Okay.
mondtam, hogy ügyesek. Nos, hát arra kérek mindenkit, akinek szimpatikus volt a csapat, keresse rájuk a Face-en és az Instán, lájkoljátok az oldalukat, hogy pontosan tudjátok április 3-án, mikor is kezdődik majd az a bizonyos stream. Biztos, ami biztos, iratkozzatok fel a YouTube csatornájukra is, és akkor érkezik majd a kis jelzés is. Ha már úgyis benne vagytok a lájkolásban, tegyétek meg ezt, legyetek szívesek a Szigetköz TV oldalával is, illetve iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra is. Kommenteljetek bátran, osszátok, ha tetszett, ha nem, akkor is nyugodtan. Hallgassatok sok zenét, mi pedig hamarosan jövünk újra. Sziasztok!